Utolsó körét kezdi meg Vigoszki, aki a verseny záró napján Nyíregyháza belvárosában szökött meg a mezőnytől. Akkor már jócskán több mint 200 km volt a lábakban, a szerdai 3,8 km-es időfutamot követően csütörtökön 111 km-t tekertek a megyeszékhely és Ibrány között a bringások. Pinteken vásáros Naméman volt a rajt, és a lengyel kerekes nem vissza sikerét a véletlenre, a szakasz győzelem egyben az összetett elsőséget is jelentette számára a román Harasim és az olasz Bessega előtt. Mint a versenyigazgató elmondta, közel 600-on dolgoztak azért, hogy minden rendben legyen a három nap során. Az első nap ugye az egyenkénti, az gyakorlatilag az előző két évet másoltuk le, az hibátlan volt. A Nyíregyháza-Ibrány szakasz, ami a tegnapi volt, ott az egy relatíve ismerős pályán volt. Ott a körözés az csinált egy kis forgalmat, úgymond az idegrendszerbe, de simán lement. Amit terveztem, a mai nappal több munka volt, mint a tegnapival és a tegnapi előttivel összesen. A mai napnak a vége egy kicsit hektikus volt, ugye a lengyel srác ugye egyedül elszökött, majd közel két perccel hazaért, és így nagyon nagy szakadások képződtek a mezőnybe, és így ugye a kör hosszának az adottsága miatt így egy kis munkát okozott a bíróknak. A magyarok közül az összetett verseny 13. helyén végző Takács Valent Márk szerepelt a legjobban. Véleménye szerint nem csak a kilométerekkel, hanem a kánikulával is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Nagyon nehéz volt. Mindenképp, szerintem az egész csapatunknak és minden csapatnak. Nagyon meleg volt, ez nagyon nehezítette a versenyünket, de összességében egy nagyon jó színvonalú rendezvényen vettünk részt. A kiemelt emberünk Tóth Márkó volt, ő a legjobb sprinter jelenleg a csapatunkban, őt próbáltunk megsegíteni, és igazából ez sikerült eddig. A mai nap a szökés miatt nekem sikerült. A verseny fővédnöke fontosnak tartja, hogy minél több nemzetközi rendezvénynek adjon otthont a megye. A Nemzetközi Kerékpárosport Szövetség is örömmel adja nekünk ezt a rendezési jogot, hiszen a legnehezebb helyzetben is ott állt Magyarország, ott állt Nyíregyháza, és ugye itt Ibrány és Vásáros Namény is szervezők, de természetesen egész megyének óriási dolog egy nemzetközi sporteseményt megrendezni, hiszen a turizmus érték egyre nagyobb, és ugye az ide látogató családok ténylegesen egy sportprogramba is be tudnak kapcsolódni, és a világ egyik legnépszerűbb sportága a kerékpáros sport, és ezért is nagyon fontos, hogy az amatőröknek is a példaképeket idehozzuk, a fiataloknak pedig biztosítsunk nagyon-nagyon jó körülményeket és edzés, illetve verseny lehetőségeket. Az összetett verseny dobogósai és a legjobb magyar kerekes mellett díjat kapott még a pontverseny győztese, a lengyel Dominik Ratajczak és a legjobb fiatalnak bizonyuló ész Márti Lenzius is.